filmet azért készítettem, hogy képet kapjál az új Fanhul AG300 New meret tulajdonságairól. Rögtön egy összehasonlítás. A két busz körülbelül a régi és az új egy vonalban volt, látszik a különbség. Én 60 centit mértem. Itt a végállomásról elindulás semmi különösebb. Egy viszonylag nem túl mélyre helyezett megállóból is minimális, amennyit fölmegy, elég hosszan ki lehet engedni az elejét. Ez már egy érdekesebb, itt úgy indul el a kollega, mintha Tesco busz benne állna. Én ahogy láttam hátulról, van az a térkő, a másodiknak a felé kaszált körülbelül be, tehát az útszegélykő, egy teljes kő, meg egy fél. Tátra téren szintén elég hosszan ki lehet engedni, semmi különös. Ez a Dinnyehegyi úti megálló, hát egy kicsit kiebb van a vége a megálló sajátosságából, de látszik, hogy előtt egy személyautó áll, hogy itt se kaszál föl különösebben. Ez az Adi tér. Innen az az érdekesség, hogy elég szűk helyre kell ugye befordulni. Nyilván, hogy itt nagyon meg kell nézni, hogy ne előzzenek hátulról, amire sajnos hajlamosok, hiába van záróvonal és gyalog átkelő hely. Végül is ezt is abszolválni lehetett. Itt pedig most már a kanyarodás. Viszonylag a jobbról elég sok hely volt, ezért egy picit átkaszált a vége, de nem volt vészes. Itt viszont már nincs olyan sok hely a rendőrségnél. Látszik, körülbelül a vonaltól kezd el kanyarodni a kollega. Nem sokat ment át. Végül is egy olyan 20 és 30 centi körül. Itt azt lehet megnézni, hogyha jobb oldali sávban állnak. És viszonylag azért innen is, itt is jobbról kell kanyarodni, mivel hajlamosak a személyautók a balra kanyarodó sávba egész elől állni, és természetesen a bal oldalra, a sáv bal oldalára gondoltam. De itt is látszik, hogy nincs semmi probléma. Itt még a Kossuth Lajosról az Ady Endrére kanyarodást nézhetjük meg. Itt azért már eleve a sávon volt a baloldali kerék a elválasztó vonalon, de ez se volt azért, annyira nem volt szerintem vészes. Ez az Ady Endre tér, itt ugye fa van baloldalt, meg villanyoszlop, de még a bokrot se közelíti meg a vége. Ez pedig az, hogy a kórháztól, amikor jövünk ki, mennyire lóg át az eleje. Én szerintem elhanyagolható, ha nem nagy jármű, hanem személyautó, akkor nincs. Ezt csak azért raktam, mert nekem tetszik ez a felvétel. Itt az látható, hogy mennyire kaszál a régi Fanhul, a 280-as és az új Fanhul.